klasszikus dallamok fogadták a győri 8. számú idősek klubjának tagjait. A Richter Zeneművészeti Iskola tanulói jó alapot szolgáltattak a rendezvénynek. A kellemes dallamok után ünnepi beszédben emlékezett Szent Sebestyénről és Szent Rókusról Kötél Pálné, aki stábunk a műsor előtt kérdezett. Szeretnék megemlékezni erről a két szentről, az életéről, hogy minek tiszteljük, minek tiszteli a világ, és hogy mennyi mindent köszönhetünk az ő életüknek, a munkásságuknak. A megemlékezést követően a baráti kör elnöke tartott úti beszámolót egy filmbemutatóval egybekötve. Dr. Schmidt Péter híradónknak elmondta, a tavaly kapott Pro Urbe díj kötelezi őket, szigetieket, hogy folytassák a hagyományokat és megemlékezzenek a nagy elődökről. A legfontosabb, hogy a hagyományőrzés mellett élénk legyen Győr-szigetnek a tevékenysége. Tudjuk, ez valamikor kis falu volt, most nagyon szépen fejlődik, és ezeken az összejöveteleken igyekszünk olyan témát keresni, ami Győr-szigettel, várossal kapcsolatos, és a hagyományteremtés a mai napon egy olyan csíksomlyói film bemutatásával történik, hogy reméljük, hogy Győr-szigetből minél többen eljuttak ide. A Nagy Boldogasszony Zarándokon a Csíksomlyóra című utifilm vetítése után ízletes sütemények és finom italok várták a résztvevő időseket.